A Siógárdi népdalkördalai vezették be a trianoni emlékmű felavatásának ünnepségét. A szobor már a tavasz folyamán felállításra került, ám a vírusveszély miatt Gerő Attila polgármester úgy döntött, megvárja a biztonságosabb helyzetet. A polgármester úgy fogalmazott, méltatlan lenne a trianon jelentőségéhez, ha szájmaszkban emlékeznénk meg róla. Gerő Attila arról is szólt, példaértékű az a helytállás, ahogyan Magyarország az események után ismét talpra állt és megszilárdította a helyét Európában. Rokonok, testvérek, ismerősök maradtak biztos, hogy a határokon kívül, de ugye a legfontosabb talán az, hogy az elszakított magyarokkal való mai napig tartó, szerintem szoros köteléknek a figyelmére hívja föl mindig minden évben ez a június 4-i megemlékezések. A siógárdiak gyertyagyújtással emlékeztek meg a 100 évvel ezelőtti történésekre, és adták jelét annak, fontosnak tartják a nemzeti összetartozás ügyét.